Sziasztok! Üdvözöllek titeket a mai videóban. Nemrég rendeltem a lookfantastic.com-ról egy csomagot. Elvileg minden hónapban... Állj meg! Szóval a lookfantastic.com-ról lehet rendelni minden hónapban egy ilyen szépségápolási dobozt, amiben nem tudod, hogy mik vannak. Tehát egy ilyen kemény lútri, de az a lényeg, hogy mindig ilyen luxus márkákból kisebb, vagy nagyobb, vagy közepesebb mintadarabokat lehet kapni. 20 euró egy hónapra ez a doboz, és szeptemberben pont ez a doboz, vagy ez a szolgáltatás ünnepelte a 4. évfordulóját, úgyhogy rendeltem is egy ilyen dobozt, anyunak is egyet a szülinapjára, meg egyet magamnak is. És az a lényeg, hogy elvileg minden dobozban más van benne. Úgyhogy kíváncsi vagyok erre a hónapra, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a doboz. Anyuét már láttam, hogy mi van benne, de hogyha olyan lesz, mint anyué, akkor örülök neki, mert elég jó dolgok voltak benne. Szóval gondoltam, hogy nyissuk ki közösen ezt a dobozt, hogyha már egyszer itt van. Szóval, ja, még ki sem bontottam ebből, amiben érkezett. Igen, én általában így nyitok ki dolgokat, szóval nekem valaki ajándékot ad, akkor így széttépem. Happy birthday! Szóval, nézzük csak, mi van benne. Ebben a füzetkében benne van, hogy mit tartalmaz ez a doboz. Most nem fogom megnézni, hát ha meglepetés lesz. Jó, ja, van hozzá egy L újság, angol. Úgyhogy szerintem, ja, kevés ugyanaz lesz nekem is, mint anyuma. Na mindegy. Egy kis cuki van becsomagolva. Oké. Aha, szóval a 2018-as, ez a Lookfantastic adventi kalendárium szeptember 7-től már fel lehet erre iratkozni, és 20% kedvezményt kaptok, hogyha ezt a kódot használjátok. Ja, szóval, hogy harapnáncsak vagyok. Ah, szerintem, ja, ugyanazt kaptam, mint anyag. Akkor ez így nem annyira meglepi, na mindegy, bocsi! Hát tegnap ünnepeltük annyira köszönjük napját, úgyhogy... Ja, de milyen jól nézel ki. Úgyhogy tegnap anyu ki is bontotta, de legalább így akkor el tudom nektek mondani, mi micsoda. Szóval ez egy muszlin kendő, amit az arc tisztításához és a smink, maradék sminköknek az eltávolítására szokták használni. Azt írja a lap, vagy hát ez a, az ismertető, hogy mielőtt meleg vízbe mártaná az ember, kicsit a keze között masszírozni kell, hogy aktiválódjanak a kristályok, utána be kell rakni langyos vagy forró vízbe, és úgy kell az arcot körkörös mozdulatokkal, ezzel a kendőcskével masszírozni szinte, és így lehet eltávolítani ezt az elhalt hámréteget, ami az arcon van, illetve az erőteljesen eldugult pórusokat, ezek kitisztítja. És azt írja, hogy ha normál bőre van az embernek, akkor heti egyszer, hogyha erőteljesen el vannak dugulva a pórusok, és nagyon száraz a bőr, akkor érdemes heti kétszer használni ezt az anyagot. Azt nem írja, hogy hányszor lehet egyáltalán használni ezt az anyagot, de majd kiderül. Jó, és akkor ez a többi ugyanúgy tűnik, hogy ugyanazt kaptam, mint anyu. Ez egy ilyen kis aromaterápiás olaj, amit úgy is lehet használni, hogy egy ilyen kis kupaknyit beleraktok a fürdővizetekbe, és ennyi, belemásztok a fürdővízbe, és emberek nagyon jó illatotok lesz. Illetve azt is lehet csinálni, hogy egy ilyen kis kupakkal a tenyeretekbe beleöntötök, és belélegzitek ezt a finom aromaterápiás olajat, és elvileg ez segít a gondolatok ébresztésében, és segít relaxálni, meditálni, mindenfélét. Illetve lehet azt is csinálni, hogy fürdés közben, tusolás közben ugyanígy egy pár cseppet kiöntötök a kezetekre, és belemasszírozzátok a bőrötökbe. Jó, akkor van egy ilyen kis szem... Mit csinálok? Szóval ez a... Sose hallottam még erről a márkáról, Lord Emberi. Ez a kis
csillogós szemhéj ceruza, de azt írta igazából, hogy ez valami multihasználatos ceruza, mert hogy lehet a szemöldök csont alá is felvenni, ide a szem legmélyebb zugába, a szem alá, szemre, akkor azt írta, hogy az arccsontra, az orra, szóval elvileg bárhol lehet ezzel olyasféle, mint a highlight ceruzák, csak szerintem az én bőrtónusomhoz ez sötét. De azt el tudom képzelni, hogy tök jó belső zug highlighter lenne, vagy esetleg az egész szemhéjra el tudom képzelni, mert tök jó színe van. Akkor a következő, ami szerintem tök jó, az az Yves Lom, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, de legyen Yves Lom. Arctisztító és sminkeltávolító krém. És már tegnap megszagláztuk anyuval ezeket a termékeket, és az összes egyébként ilyen organikus, meg mindenféle parabén, szilikon, minden franc fenemmentes. Úgyhogy ilyen természetes illatuk van az összesnek, de nem az a rossz ilyen földes illat, hanem olyan finom, természetes kozmetikum illata van. Úgyhogy erre is nagyon kíváncsi leszek, mert azt mondhattam meg nektek, hogy ilyen kicsit zöldes és szilárd halmazállapotúnak tűnik, tehát aha, igen. Olyasmi, mint a viasz. Olyan állaga van. Úgyhogy erre kíváncsi leszek meg, aztán el is olvasom, hogy pontosan hogy kell ezzel az arcot letisztítani. Na, és amit nem sikerült kitalálnunk, hogy mi a fene, ez ez. Elvileg rá van írva oké, hogy sweet, de azt írja, hogy illatosított. Elvileg ilyen kis cukorkának kéne lennie. Elvileg ez az. De az a vicces, hogy sehol nem írja rajta. Végignéztük már mindenhol, de itt meg olyan tápértéki információkat közölnek a csomagoláson, hogy szerintem ez tuti, hogy édesség, és meg lehet enni, de nem merjük megenni. Úgyhogy mindegy, erre meg még utána kell járnom, hogy ez pontosan micsoda, mert ez még az ismertetőben sincs benne, szóval nem. És akkor aminek így nagyon-nagyon örültem, az az iszappakolás. Elvileg ez a, mi ez? Omorovica. Iszappakolás. Elvileg ez egy magyar csajszi csinálja, és elvileg ilyen nagyon-nagyon drága termék, de én még sose hallottam róla, anya igen. Szóval ez egy sima iszappakolás, és ennek is iszonyat jó illata van, mert tegnap jól megkóstoltuk. Ez a tipikusan, nem tudom, hogy ha használtatok már Dr. Hauska termékeket, na annak ilyen illata van. Ez a finom, természetes kozmetikum illat. Szerintem jóság lesz. Majd de egyébként, hogy ha van kedvetek, akkor szívesen kipróbálom egy videóban, mert szerintem ez érdekes lehet. Egyébként mondjuk ezeket a termékeket mindet kipróbálni. Akkor a következő, mit van? Ez pedig kézés köröm ápoló. Elvileg proteinben gazdag krém. Ó! Milyen fura színe van? Ennek is szinte alig van illata, úgyhogy biztos... Ó, és tele van ez! Úristen, eddig tele van nyomva krémmel. És, hogyha látjátok, nagyon hülye helyen próbáltam ki, és tök átlátszó a krém. Elvileg ez nem olyan zsíros hatású a bőrön, és gyorsan felszívódik. És amúgy tényleg, várjuk csak meg a hatást. És tényleg olyan, hát ez nagyon jó. Tök jó, mondjuk semmit nem fogtok látni, úgyhogy ezért még mutogatom, hogy fél órán át a teljesen... Ó, de jó. Nagyon finom illata is, ez a tisztaság illat. Nagyon finom, és tényleg jó pihi-puhi lesz tőle itt. Na jó, ezt majd még kipróbálom, mert ugye első benyomásom az az, hogy nagyon jó, de majd meglátjuk, hogy valóban hatásos-e, és hogy jó a továbbiakban, de egyáltalán nem. És kicsit olyan tapadósabb lett tőle a bőröm, de nem az, ami ragad, hanem csak olyan érzem, hogy mintha ilyen... Mint amikor tisztán megmosátok a kezeteket, és az a jó tisztaság érzet. Olyasmi. Na jó, a következő, az utolsó is, az pedig Philip Kingsley. Ja, igen, ezt is tegnap olvastam, hogy ez egy olyan sampon, amit akár pakolásként is lehet használni a hajra, attól függ, hogy mennyire van kiszáradva a hajatok. Ennek is olyan tisztaság illata van.
Szóval, hogy elvileg ezt úgy is lehet használni, hogy vagy simán megmossátok a hajatokat vele, vagy 30 percre hajmosás... Én vagyok, elolvasom még egyszer, mert nem vagyok benne teljesen biztos. Ahogy a legjobb eredmény érdekében, még mielőtt samponnal megmosnátok a hajatokat, a nedves hajra kell felvinni, és kis részekben kell dolgozni, tehát megfogtok ekkora részt, és akkor bekenitek vele a hajatokat, és ezután attól függően, hogy mennyire száraz és töredezett a hajatokat, 10, 20 vagy akár 30 percre is a hajon lehet hagyni, még mielőtt samponozni, samponnal kimosnátok a hajból ezt a, szerintem ilyen krémet végül is. Azt megnézem, hogy van-e benne dimetikon. Nincs benne dimetikon. Hát ez csoda. Nagyon jó. Jó, elvileg, igen. Alaposan ki kell mosni a hajból. És azt írja, hogy teljesen a fejbőrhöz ne vigyük fel, hanem csak inkább ilyen a hajnak a felétől lefele a hajvégekig vigyük fel ezt a krémet. Nagyon kíváncsi vagyok. Én anya ugyanezt szabta, mint én. De ez is tök cuki szerintem, hogy ilyen színű kis galacsinak, vagy hát ilyen, nem is tudom mi ez, műanyag darabok vannak benne, más nincs is. Tök cuki szerintem ez az egész doboz, úgyhogy nagyon gondolkodom rajta, hogy erre előfizetek, szóval hogy így minden hónapban szeretnék ilyet kapni. Mert amúgy 20 eurója szerintem nem olyan vészes. Főleg úgy, hogy hát anya mondta, hogy ezek ilyen húva márkák, szóval nem tudom, én mondjuk még egyikkel se találkoztam, de elhiszem anyuna. Meg szerintem tök cukik ezek a dobozok is. Ez szerintem amúgy, hát az a baj rajtam, ez a look fantastic, de hogyha csak simán az a rajta birthday, akkor szerintem tök jó lenne, akár még lehetne ebben valakinek adni ajándékot szülinapjára. Na mindegy, szóval ezeket kaptam a csomagban. Szerintem ezek tök jó dolgok, meg amiket így magamtól nem választanék ki, de amúgy szerintem simán mindenki tudja használni, vagy hát így lehet hasznosítani ezeket a dolgokat, úgyhogy tök jó, erre leszek nagyon kíváncsi, erre az Eve Lomra. Mert néztem amúgy az oldalon, a lookfantastic.com-on, meg lehet venni a nagyobb kiszerelésű termékeket is, és néztem, hogy ez a pici valamilyen 40 vagy 50 font. Mi? Hogy? Szóval ilyen iszonyan drágák ezek az Eve Lom termékek. Anya azt mondta, hogy ez az Omrovica, vagy mi ez? Omorovica, ez is valamilyen luxus szépségápolási termék. Erről se hallottam, hogy Philip Kingsley, de ez biztos, hogy csak is az én szegénységi bizonyítványom. Ez fogalmam sincs, majdnem még mindig, ezt majd meg fogom nézni, ez a Lord Emberi, erről se hallottam, de ez is szerintem teljesen jó szín, amit mindenki tud használni. Erre a kéz és köröm ápolóra nagyon kíváncsi leszek, meg azt is olvastam közben, hogy a könyökre és a térdekre is nagyon jó, illetve a lábra is lehet használni, szóval igazából az egész testre lehet használni, kivéve az arcra. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez valamit segít-e a száraz bőrre, mert mondjuk a kezem az nem nagyon szokott kiszáradni, max így télen, amikor én nagyon hideg az idő, meg még szerintem, de akkor az kis ördög, na jó, szóval, hogy krémből is szerintem nem lehet kb. Elég az embernek, ráadásul főleg úgy, hogy felfedeztem, mert kiderült, hogy a kedvenc Yves Rocher kézkrémem is tele van dimetikonnal, szóval így tök jó. Ez az aromaterápiás olaj is szerintem tök jó, mondjuk én nem szoktam ilyeneket használni, de most már fogok. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Most egy kicsit így más volt, mint amit szoktam ilyen sminkes videókat csinálni, de remélem, hogy tetszik ez nektek, és jövőben számíthattok még ilyen videókra, mert szeretnék majd erre a szolgáltatásra előfizetni. Majd megtaláljátok a linket, hogy hol tudtok fizetni erre a dobozra. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!